A jövőre életbe lépő szakképzési rendszer gyökeresen átalakítja az oktatást. Megszűnnek vagy teljesen átalakulnak szakmai képzések, és 147 szakmában az alapképesítés csak az erre kijelölt iskola rendszerében lehet majd elsajátítani. A KISOSZ évtizedeken át elsősorban a kereskedelem és a vendéglátás területén a gazdaság elvárásainak figyelembevételével folytatott képzéseket. 1982 óta képzünk, 1993-ban viszont belépett az OKJ, az Országos Képzési Jegyzék, ez teljesen megváltoztatta az addigi rendszert, 750 szakma került be a képzési jegyzékben, és ennek következtében egy sokkal áttekinthetőbb rendszer alakult ki, lehetett látni, hogy kinek milyen végzettsége van, ennek megvolt a nyilvántartása, ezeket után lehetett követni, sőt, miután 40 évig kötelesek vagyunk a képzések kapcsolatos valamennyi iratot megőrizni, visszamenőleg is meg tudtuk őrizni, és számszerűleg meg tudtuk mondani, hogy ki mikor végzett, és milyen szakmát szerzett. Hát gyakorlatilag voltak olyan időszakok, ahol kevesen végeztek, de voltak olyan évek, amikor gyakorlatilag százas nagyságrendben, megközelítőleg 7-800 ember végzett egy évben. Ez a képzési rendszer rugalmas volt, áttekinthető és megfelelt a gazdaság igényeinek, mondta Fischer Sándor. Számunkra mindig ez is fontos volt, hogy olyan embereket képezünk ki, akiket a gazdaság, azaz a vállalkozók alkalmazni tudnak, vagy önmaguk vállalkozóvá válnak. Mert számunkra az egy másik nagy kérdés, hogy vállalkozóvá válást is segítsük. Miután mi általában kereskedelem vendéglátás területén, meg egy pár szolgáltatás területén képzünk, a legkeresettebb szakma a bolti eladó, vagy a boltvezető, a vendéglátás különböző területein való szakmák voltak, szakács, pincér és a többi, illetve szolgáltatás területén a takarítói végzettség, vagy egy időben volt műkörömkészítés is. Megváltozottak a jogszabályok, ugye 2021-től országos képzési jegyzék megszűnik, helyette lesz a szakmai jegyzék, és a 174 szakmát soroltak alapszakmákkal, az alapszakmákat csak iskolai rendszerben lehet oktatni, a többi szakmát gyakorlatilag lehet iskola rendszeren kívül is. Amit jelent, az számunkra érdekes változást jelent. Elsősorban azt jelenti, hogy akik az alapszakmába gondolok, pincér, szakács, stb. Akarnak végzettséget szerezni, azok be kell ülniük az iskolapadban. Akik úgy gondolják, hogy ez számukra megterhelő, vagy nem, nincs rá idejük, az pedig felnőtt képzés területén végezhetnek, például nálunk is, és ez azt is jelenti, hogy ez 2021-től általánossává válik, tehát akik még alapszakmát akarnak szerezni iskola rendszeren kívül, azok még ebben az évben kell megkezdeniük a tanulmányaikat, ettől függetlenül 2022-ig befejezhetik. 2021-től nem lesz szakácsképzés a KISOSZ-ban, helyette szakácssegédet képeznek. Nem lesz pincérképzés sem, ezt a pincérsegédképzés veszi át. Nem tudom még egyelőre eldönteni, hogy mekkora igény lesz ez a piacon, miután ez saját erőből, tehát saját forrásból kell fedezni. Gyakorlatilag azt nem tudjuk, hogy ezek a változások, szakmai változások mennyit jelentenek a vállalkozás területén. Mennyire lesz elfogadható egy szakácssegéd végzettség például egy vállalkozás nyitáshoz. Ezt nem tudjuk még. Ilyen rendelet nincs még.